Megindult az élet az országban, sok épület megnyitotta kapuit, ebbe pedig beletartozik a Tolnai Magház is. A kulturális intézmény május 10-től látogatható újra, ám a hivatalos nyitási eseményt május 15-ére hirdették. Idén szeretnék bepótolni a legtöbb rendezvényt, ami a tavalyi évben a vírushelyzet miatt elmaradt. Nagyon örülünk, hogy végre eljött ez a pillanat is, hogy kinyithatja a Tolnai Kulturális Központ és könyvtára az összes intézményét. Végtére is a mai nappal már mindenféle látogatót fogadunk, bár igazán a kulturális ágazat 15-ére hirdette a nagy piros betűkkel kiírt Megnyitunk című projektet. Mindenkit várunk, hát azokkal a feltételekkel, amit ugye az éppen aktuális járványügyi törvények megszabnak, védettségi igazolvánnyal lehet belépni kártyával, és onnantól kezdve tulajdonképpen bármilyen rendezvény itt megvalósítható. Egyelőre még kicsit félénk a közönségük, de reméljük, hogy hamarosan mindenki visszatér. A kulturális központnak azonban némileg meg van kötve a keze. Vajda Tibor igazgató azt mondja, csak azokat az embereket tudják fogadni egyelőre, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Az a baj, hogy ha azt feltételezzük, hogy most végre nyitva mindenki, és akkor szaladnak majd ide, vagy még egy kicsit félnek, azt egyelőre nem tudjuk. Egyelőre még nyugodt hétköznap van, hát ma reggeltől még nem történt semmi rendkívüli. Könyvtárunkat eddig is látogatták, lassan-lassan, kevesen-kevesen, de egyre több jelentkező van későbbi programjainkra. Szabadtéri programokat ugyebár nem tarthatunk olyan értelembe, hogy ne kelljen bejönni. Ugyanis arra meg megint van a törvénynek egy másik oldala, hogy nyilvános programot, gyűlést, összejövetelt, tüntetést, egyebet a szabadtére nem lehet egyelőre még tartani. Tehát ez nem tudunk velük mit kezdeni. Vagy az intézményünk van, és ahhoz kell az oltási kártya, vagy várunk még rájuk később, amíg vagy a törvény változik, vagy meg lesz az igazolványuk. A Magház első nagyobb rendezvénye a május 21-22-én megrendezésre kerülő Városnapja. A kétnapos eseményre több fellépőt is várnak. Sajnálatos módon nem tudjuk a Városháza előtti téren megrendezni, hanem itt az intézményünk udvarán állítunk fel egy színpadot, és az ártér úgy áll elő, hogy a két kaput bezárjuk az intézmény körül, és ott lesz a beléptetés a szabályoknak megfelelő módon. Itt pedig a színpad elé helyezünk el székeket, és olyan programokat hozunk, amit a közönségünk remélem nagy örömmel fogad. Pénteken délután nyitunk egy kiállítással. Fiatal képzőművész Orbán László képeiből, majd utána egy kezdő estének nevezett valamiféle, munkacíme van még egyelőre, ami egy koktél készítés tudományába vezeti be a jelenlévőket, és természetesen ezeket a koktélokat meg is lehet itt kóstolni. Aztán másnap gyerekprogramokkal indulunk, szombaton délután, és ezen a programban játszóházak lesznek, és az Alma zenekar lép majd föl. Ezt követően pedig este a színpadon a Human, majd a fő produkcióként pedig az Zanzibár lesz a vendégünk. Ez a program körülbelül olyan 10 óra, fél 11-re végződik. 11-kor amúgy is abba kell hagynunk a rendezvényt. A járványhelyzeti szabályok betartása mellett a látogatóknak az eddig megszokott dolgokat sem kell majd nélkülözniük. Természetesen azok a feltételek, azok a megszokott feltételek, amik voltak, hogy vendéglátó jelenlét lesz itt, és különböző egyéb ezt-azt-amazt lehet vásárolni, ételt, italt, játékot, egyebet, az természetesen itt is meg lesz. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és várjuk a közönségünket a további nagy rendezvényeinkre is. Későbbi programokat az intézmény még nem közölt, ám Vajda Tibor azt mondja, hamarosan már lehet számítani arra, hogy náluk is beindul az élet.